Magyarországon a Fogyasztóvédelmi Hatóság számtalan módon ellenőrzi a nem élelmiszer típusú termékeket és szolgáltatásokat. Igyekszik tájékoztatni a fogyasztókat a jogaikról és a cégeket is arról, hogyan lehetnek fogyasztóvédelmi szempontból jogkövető vállalkozások. Az érintettek megszólításában az új és innovatív kommunikációs csatornák nyújtotta lehetőségeket is használják. Zajlik egy fogyasztóvédelmi kampányunk, és főleg azért, mert a digitalizáció egyre inkább terjed, és ugye az online kereskedelem is egyre inkább népszerűbb, ezért van egy YouTube oldalunk, ahol amelynek egyébként a neve a fogyasztóvédelem, tehát hogyha a fogyasztók beírják a YouTube keresőbe a fogyasztóvédelmet, akkor ez a torna is feljön, és több videó is megjelenik rajta, illetve a YouTube videók előtt úgynevezett pre-roll hirdetésként is megjelenik. Talán többen is találkoztak már vele, hiszen közel már milliós megtekintésnél tartunk ezekkel a videókkal kapcsolatban. Tehát jelenleg ez a kampány zajlik, illetve van Facebook oldal és Instagram oldal is ehhez a kampányhoz. Én megmondtam név alatt, ugye ennek az a, tehát az az image, hogy Rátonyának a színésznő, aki ilyen nagyit játsza, és ő az unokájának, illetve a lányának mindenféle fogyasztóvédelmi tanácsot tud adni, mert nagyon tájékozott, és az én megmondtam kifejezés is végül is utal, hogy vele, vagy ezekkel az ismeretekkel elkerülhetőek a különböző problémák. Figyelj, 2021. január 1-től a 10 és 100 ezer forint közötti értékre a jótállás 1 év, 100 és 250 ezer forint között 2 év, a fölött pedig 3 év. Jaj, bárcsak apád idejében is így lett volna. Idén a Fogyasztók Világnapján jelentették be az új fogyasztóvédelmi szakpolitikai programot, ami tulajdonképpen egy átfogó fogyasztóvédelmi stratégia. 2021 elejétől érvényes rövid és hosszú távú terveket egyaránt tartalmaz. A következő időszak legjelentősebb feladatai közé tartozik a kettős minőséggel szembeni küzdelem, a fogyasztói jogok bővítése az online térben, a digitális technológiához, trendekhez alkalmazkodva. A fiatalabb már akár az egyetemista generáció is tudatos, legalábbis ezt látjuk, viszont a hatósági rendszerben nehezen kerülnek be, tehát jellemzően nem tesznek a kormányhivataloknál panaszt, nem indítanak fogyasztói kérelmet, és éppen ezért hosszú távú cél, amely a szakmapolitikai programunkban is megjelenik, hogy fogyasztóvédelmi applikációt hozzunk létre, amelyen keresztül a fiatalabb generáció is tud fogyasztóvédelmi ügyet indítani, illetve kérelmet bejelenteni, mert az sokkal egyszerűbb, sokkal gyorsabb, illetve testhez állóbb számukra. A Fogyasztóvédelmi Világnap egyébként 1983 óta hívja fel a figyelmet a fogyasztói jogokra és igényekre. John F. Kennedy, az Egyesült Államok elnöke 1962. március 15-én intézett nyilatkozatot a kongresszushoz, amelyben elsőként rögzítette a fogyasztók alapvető jogait.